A Madarász Imre Egyesített Óvoda Sportolj Velünk családi délutánra hívta az óvodásokat és szüleiket az Akácsliget fürdőbe. Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében elmondta, a Karcagi Sport Egyesületben több olyan jeles sportoló van, akik óvodásként egy ugyanilyen sporták bemutató délutánon kedvelték meg az adott sportágat, melyen már akár egyéniben vagy csapatban országos bajnokok is lettek. Az nagy öröm, hogy az elmúlt 4 évben is azok az óvodások, akik itt ismerkedtek meg a sportág alapjaival, itt láttak először birkózást, itt láttak először röplabdát, nehogy Isten tollaslabdát, azok ma már aktív tagjai a sportegyesületnek. Én remélem, hogy ma is lesznek olyan fiatalok, akik a későbbiekben majd a sportegyesület tagjaként országos, nemzetközi versenyeken fogják Karcag hírnevét öregbíteni. Gulyás Ferencné intézményvezető elmondta, pályázati forrásból valósulhat meg ez a délután, amelynek keretében a korábban meghirdetett rajzverseny díjait is átadják. A programon részt vettek az óvodában mozzajló 4 tehetséggondozó tábor gyermekei is. Sportolj velünk családi sport délután rendezvényünk kerül a mai napon megszervezésre. 5. alkalommal hirdettük meg ezt a programot. Ebben az évben terveztük, hát a járványügyi helyzet az eddig nem tette lehetővé, így most a nyár kellős közepén, de azt gondoljuk, hogy egy igazi strandidőbe kerül sor a program megszervezésére, amelyet a Karcagváros helyi közösségéért csoport hirdetett meg. És ezen a pályázaton az intézményünk 1 millió forint támogatást nyert, amely keretében bemutatásra kerülnek a Karcagon működő sportszakosztályok programjai. Itt a sportolók, az edzők bemutatót tartanak, amelyet az óvodás gyermekek, kisiskolás gyermekek kipróbálhatnak. Lehetőségük adódik arra, hogy megismerkedjenek, megkedveljenek egy-egy sportágat, amit majd később akár komolyabban is művelni fognak. A program részeként dr. Vas Éva csecsemő gyermekgyógyász szakorvos egészségügyi szűrővizsgálatokat végzett a gyermekek részére, és tanácsokkal látta el a szülőket. A mai napon sor kerül dr. Vas Éva gyermekorvos előadására a helyes életmód, egészséges táplálkozás témában, ezt követően pedig a gyermekek részére szűrővizsgálatot fog tartani, hiszen nagyon fontos az is, hogy már a legkisebb gyermekeknél kiszűrjék ott, ahol esetleg ortopédiai elváltozásokra utaló jelek vannak. Eközben a kemping területén és az uszodában asztali tenisz, kerékpár, labdarúgás, röplabda, úszás, birkózás, kézilabda bemutatása zajlott. Bemutatkoznak a birkózó szakosztály, asztali tenisz szakosztály, a Nagykun Református Gimnáziumnak a röplabda csapata, kézilabdások fognak bemutatkozni, lehetőség lesz úszás bemutatására és kipróbálására. Kerékpárral is jöttek, kerékpározásra is lesz lehetőség. A kerékpározást a környezeti táborunk, a kerékpáros táborunk lakói fogják ma megmutatni, bemutatni, és természetesen a futball alapjaival is ismerkedhetnek itt a mai napon az óvodások, illetve a kosárlabda szakosztály is bemutatkozik. A szakosztályok sportolói, edzői mutatták be az adott sportágakat, amelyet aztán ki is próbálhattak az óvodások és a szüleik. Vannak olyan kisiskolások, akik bizony már országos megmérettetéseken nagyon komoly eredményeket, országos bajnokságokat is nyertek, hiszen óvodáskorukban megismerték a birkózás alapjait, és ezt tovább vitték, és versenyeken indultak, és bekerültek a nagyon eredményes sportolók közé, illetve a csapatoknál is vannak, a csapatsportoknál is, kézilabdába, röplabdába, futballba, olyan kisgyermek, aki már óvodáskorában elkezdi a sportot versenyszerűen, vagy akár az edzésekre jár, és későbbiekben pedig nagyon komoly sportsikereket tudnak elérni.